Ahogy korábban arról már szó esett, a Magyar Nemzeti Múzeum éremtára nem csupán magyar és magyar vonatkozású éremanyagot őriz, hanem mindent, amit csak meg tud szerezni. Különösen értékes antik görög és kelta éremgyűjteménnyel rendelkezik, amely nem kismértékben annak köszönhető, hogy élt száz évvel ezelőtt egy magyar arisztokrata gyűjtő, akinek segítsége és elkötelezettsége nélkül jóval szerényebb lenne ez a gyűjteményi egység. Dezsőfi Miklós gróf 1854-ben született, iskoláit a Pesti Piarista főgimnáziumban, majd a Debreceni kollégiumban végezte. A numizmatika iránti érdeklődése már Debreceni évei alatt felébredt benne. Dús gazdag arisztokrataként nem jelentett számára gondot a külföldi utazás, hosszabb ideig Firenzében és Palermóban élt, de megjárta Egyiptomot is, ezek a helyszínek felszították gyűjtési szenvedélyét az antik görög érmékkel kapcsolatban. Főgyűjtési területe, így érdeklődése is kezdetben, tehát a görög érmék felé fordult. Ebben az időben, azaz a 20. század elején még jóval nagyobb lehetőség nyílt antik pénzek beszerzésére, mint napjainkban, nem csupán árveréseken vásárolt, hanem akár helyben előkerült éremleletekből is válogathatott, ráadásul egy arisztokratának mindig volt pénz a zsebében. De Zsőfi így számos görög éremritkaságot tudott megszerezni, de anyagát az érzőmmel dél-itáliai érmékkel bővítette. Ha végtekintünk ezeken az érméken, még a numizmatika iránt a legcsekélyebb érdeklődése mutató embert is lenyűgözik hihetetlen finomságú vésetükkel. Dezsőfi 1907-től rendszeresen látogatta a Magyar Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárát, ahol gólödön a Kelta érmék gyűjtésére irányította a figyelmét. Abban az időben a kelta pénzek gyűjtése, rendszerezése, ne adj Isten tudományos feldolgozása Magyarországon még gyerekcipőben járt, bár Nyugat-Európában is éppen hogy megkezdődött a kutatásuk. Dezsőfi gólnak köszönhetően nagyon ráérzett erre a friss tudományterületre, és hatalmas lelkesedéssel kezdte el gyűjteni a nyugati és keleti kelták pénzverésének emlékeit. A kelták ugyanis évszázadokon át hihetetlenül széles körű pénzverést folytattak, anyaguk máig sem feldolgozott ki elégítően, így Dezsőfi lelkesedése jelentős mértékben járult hozzá a kelta pénzverés kutatásához. Szakszerűen fejlesztett kelta éremgyűjteményét saját költségén több füzetben folyamatosan tette közzé a numizmatikai közlöny mellékleteként, sőt, még életében számos érmét ajándékozott az éremtárnak mint egy 3000 darabos páratlan értékű és kitűnően feldolgozott görög és kelta érem gyűjteménye halála után feleségére szállt, aki 1935-ben a gróf akaratának megfelelően úgy rendelkezett, hogy a gyűjtemény örökös leteitként a Magyar Nemzeti Múzeumba kerüljön. A gyűjteményről készült jegyzék, amely a mai napig Leltál könyvként funkcionál, kiállításában, rajzos illusztrációiban méltó Dezsőfi Miklós gyűjteményéhez.